Kedd reggel 7:30-kor gyülekeztek a szakemberek Pécs-Somogyban, hogy kivágják a mindenki karácsonyfáját. A hatalmas lucfenyőt 1961-ben ültették. A tulajdonosai szobai gyökeres karácsonyfának vették, ezután ültették ki a kertbe. Egyszer már olyan 10-15 évvel ezelőtt voltak itt a fenyőfát, akarták a karácsonyfának oda Széchenyi térre, csak akkor még a papa nem adta oda, mert gyerekek kicsik voltak, és nagyon ragaszkodtak hozzá, hogy ez a szép, 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 de most már kinőtte helyét. És akkor hát anyukámmal megbeszéltük, és úgy döntöttünk, hogy akkor ez így lesz jó. A több mint 20 méter magas fát darus kocsival tartották meg, amíg a szakemberek kivágták. A karácsonyfa a Széchenyi téren 15 méter magas lesz. Az első nap, tehát itt dél körülre kerül a karácsonyfa lábra, tehát akkor állítjuk fel. Délután folyamán pedig az új energiatakarékos ledes fényforrások, mint fényfűzér formájában kerülnek rá a karácsonyfára. A következő nap, tehát a szerdai napon pedig a 130 darab díszítő elem, gömbök, szarvasok és egyéb karácsonyi figurák kerülnek rá a fára. A karácsonyi díszkivilágítást november 29-én az első pécsi adventi művészeti kézműves és mesevásár megnyitóján kapcsolják fel.